A torna színvonalas mérkőzéseket hozott. A csapatok megküzdöttek a gólokért és a pontokért. Szükség is volt a küzdésre, hiszen a futszál különbözik a hagyományos teremfocitól. A futszált úgynevezett lustalabdával játsszák, amely nem pattog, kisebb a mérete, így nehezebb bánni vele. Lehet látni, hogy ma több iskolába kezdik a futszált, és már a srácok itt megmutatták, hogy értik a szabályokat, és kezdenek futszálozni, ügyesek voltak, és nagyon színvonalas meccseket játszottak. A küzdelmek két ötös csoportban zajlottak, majd következtek a helyosztók. A győzelmet akárcsak tavaly Galántán a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium csapata szerezte meg. A srácok négy mérkőzést megnyertek, egyszer döntetleneztek, 10 gólt rúgtak és mindössze egyet kaptak. A torna legjobb játékosa a sportgimis Tamási Attila lett. Egyenletesen jól ment a játék az egész csapatnak, szép akciógólokat lőttünk, megérte sokat gyakorolni. Ez már azért egy eléggé összeszokott csapat, majdnem minden bajnokságra ugyanezzel a csapattal megyünk, de ezen kívül vannak még egyéniségek is, nekik köszönhetően nyerjük meg a meccseket. A második helyet a pozsonyi Duna utcai gimnázium, a harmadikat a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin gimnázium csapata szerezte meg. A legjobb játékos mellett díjazták a Viadal legjobb kapusát, a kassai Szeles Györgyöt, és a gólkirályt, a pozsonyi Ozogán Dávidot.